Közel 17,5 milliárd forintból gazdálkodhat idén Szekszárd, ez már biztos, a költségvetés első változatát ugyanis a törvényi előírásnak megfelelően csütörtökön elfogadta a megyei jogú város közgyűlése. A pénzből a kisebb felújításokhoz szükséges önerőre több mint 91 millió forint jut majd, de nagyobb fejlesztésekből sem lesz hiány, a polgármesteri hivatal munkatársai 19 pályázaton dolgoznak. A költségvetés elfogadását hosszas vita előzte meg. Az ilyen Szekszárd frakcióból többen is azt szeretnék volna, hogy az általuk vezetett bizottságok keretét jelentős mértékben az eredetileg tervezett 57 90 millió forintra emeljék. Én úgy érzem, hogy a bizottsági kereteket most megemelhetjük, és a dologi kiadások terhére emeljük most meg, és ha megjön a kompenzáció, akkor tárgyaljuk újra a dologi kiadásokat. A közgyűlési többség szerint viszont indokolatlan és felelőtlen lépés lett volna közel kétszer annyi pénzt adni például a kulturális és az oktatási bizottságnak, mint ami az eredeti tervekben szerepelt. A képviselők végül Zaják Rita módosító javaslatát fogadták el, ami szerint a bizottsági kereteket később még emelhetik. A bizottsági keret most 50 millió forintról szól, de hogy rögzítenénk azt, hogy amennyiben a kompenzáció megérkezik, akkor kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a bizottsági keret 90 millió forintra egészüljön ki. Ez azt jelenti, hogy ha az önkormányzat megkapja az állami kompenzációt a helyi adóbevétel kiesés miatt, akkor az Éjjel-Szekszárd kérésének megfelelően újra napirendre tűzik a bizottságok által elkölthető pénzmennyiségét. Az Éjjel-Szekszárd képviselőinek több olyan indítványa is volt, amelyekre nemmel voksolt a többség. Például Murvai Árpád idén feltétlenül szükségesnek érezte volna egy olyan parkoló kialakítását, amit, amíg többségben voltak, nem tettek meg. A Fidesz frakció vezetője szerint viszont a feszes büdzsé miatt idén különösen óvatosan kell bánni a politikai ígéretekkel, és mint Máté Péter mondta, ez vonatkozik az Éjjel-Szekszárd képviselőire is. Nem értek vele egyet, hogy néhány képviselőtársam zsarolási pozíciót kihasználva pénzhez szeret ezáltal jutni, és most jutott eszükbe 6 évvel ezelőtti parkolóépítés, ugye választási kampány is van, tehát mindenféle ígéreteket csikarnak ki, egyszerűen nem értem. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere a most elfogadott költségvetés kapcsán azt mondta, a legfontosabb, hogy sikerült a többség számára elfogadható büdzséről megállapodni, hiszen erre törvény kötelezte a közgyűlést. A lényeg az, hogy megvan, innentől kezdve természetesen vannak olyan részei a költségvetésnek, amit majd módosítani kell, vagy át kell értékelni, de az alapkiindulási helyzetet ezt el kellett fogadni. Természetesen a lehetőségeinkhez képest, ha az állami támogatások pozitívan alakulnának, akkor természetesen több módosításban értenék egyet és javasolnák is. A költségvetéssel kapcsolatban szerettük volna Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is megkérdezni, ő viszont egyetlen kérdésünkre sem volt hajlandó válaszolni.